soha nem éltek a Földön, elképesztőbb élőlények. Voltak köztük hatalmasak, ijesztőek, és voltak, enyhén szólva, szokatlanok. De egy valami közös volt bennük. Itt éltek, ezen a glóbuszon, ahol mi. Utazzunk vissza az időben, amikor a világot ős dzsungel borította, és dinoszauruszok taposták földünket. Dinoszauruszok az ősvilág urai. Na, hát sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animals Hungry csatornán, én Zsombi vagyok, és ebben a videóban, ahogy már észrevettétek, az intróból, meg a címből is, ez egy új sorozat lesz a csatornán, ami igazából, ahogy kitaláltátok, egy ilyen őslényes dokumentumfilmekre nem reagáló, hanem vélemény kifejtő per bemutató videósorozat lesz a csatornán. Ezt már régóta szerettem volna, és végre sikerült is megvalósítani. És az első rész nem mással kezdjük, mint a nagy kedvencemmel, a dinoszauruszok az ősvilág uraival, vagy a Vain Dinosaurs Roamed Amerikával, és majd haladunk így tovább, de azt nem mondom el, hogy még melyik lesz a következő, mert ez így majd már nagyjából megvan, hogy hogyan fog haladni tovább ez az egész, de nem mondok semmit ezzel kapcsolatban. És az elején a videónak fel szeretném vezetni, hogy hogy is fog működni ez a sorozat, meg hogy mi lesz benne, és utána rátérünk magára a dokumentumfilmre. Felépítés terén ez a sorozat úgy fog működni, hogy az elején beszélek magáról, a történetről, hogy mit mesél el, most ezen dokumentumfilm alapján, ugye a szegmensekről, utána viszont rátérek a saját véleményemre, valamint miközben mondom, hogy mi történik magában a dokuban, lehet, hogy néha hozzáfűzök egy-két információt, hogy nekem tetszett, nem tetszett, vagy valami ötlet ezzel kapcsolatban, meg STB, vagy pontos-e, vagy ilyesmik, de főként a véleményemet a videó vége felé hallhatjátok, az elején csupán azt, hogy mi is történt ebben a dokumentumfilmben, vagy a későbbi részekre kapcsolóan a dokumentum sorozatokban. Szóval, hogyha még nem láttátok ezt a dokumentumfilmet, és meg szeretnétek nézni, akkor mindenképp ajánlom, legalábbis az intro alapján meg akarjátok nézni, mivel egy nagyon minőségi alkotás szerintem, az egyik legjobb dokumentumfilm, igaz, hogy már régi, kicsit megkopott, meg ilyesmig, de ettől függetlenül az egyik, hanem a legnagyobb dínos doku, valamint ez indította el szinte az ilyen dinoszauruszos dokumentumfilmeket és egyéb bőseletes dokumentumfilmeket a dinoszauruszok a Föld urai mellett, szóval ez volt az egyik ilyen nagy lépés a dínos médiák felé, ugye itt a tévében, meg az ilyesmikben, és megér egy ilyen megtekintés szerintem, valamint egy élményt is nyújthat azoknak, akik még nem látták és szeretik a dinoszauruszokat és az ősvilágot. Szerintem mindenképp nézzétek meg, a link az ott lesz a leírásban. És hát ezután a ilyen hosszú bevezetés és intro után nem is húzom tovább a szót, kezdjük is el. A film az előbb látható intróval nyit, amit hát meg kell valljak, szerintem a eddigi legjobb intro a dinoszauruszos és ősállatos médiákban, amit valaha megkreáltak, és ennél jobbat soha nem is fognak megcsinálni szerintem. Szerintem egy nagyon durván jól megkreált bevezetésre sikeredett ez magáról a dokumentumfilmről kapcsolatban, és hát ott veszi fel a fonalat az egész, hogy még ott vagyunk a mai világban, viszont visszautazunk az időben 225 millió évvel ezelőttre, az elején még, hogy megnézzük a Föld akkori arculatát, és betekintést mutatnak még a triász, avagy a dínók előtti világba, ugye a Pangea, a Perm végi kialás, meg az ilyenekbe is beletekintünk, ha nagyon picit is, de én ennek például nagyon örültem, ezt így megjegyzem, és szerintem ez egy nagyon jó kezdés, hogy bemutatják, hogy történt egy ilyen nagy kialás, és ezután jött létre az a világ, amiben később kifejlődtek a dinoszauruszok.
és szerintem ez nagyon jó volt, és egy olyan elméletet mutatnak be, amit én kevésbé hiszek el, ugye ez az aszteroide elmélet, a másik meg ugye a szupervulkános szibériai csapdás, ez a kettő legnagyobb támogatott elmélet a Penn-Triász-kőlási események kapcsolatban. Én a szupervulkános mellett vagyok, de azt el tudom képzelni például, hogy becsapódott egy aszteroide, és ez indította el ezt a folyamatot, szóval nem lehet kizárni semmit, főleg ilyen régi történésről, szóval erről még annyit sem tudunk, mint mondjuk a dinoszauruszok kialásáról, szóval ez így még mindig ködbe burkolózó, viszont folytassuk is a dokumentumfilmmel. Az első szegmens ugye a késő triász időszakban indul, 220 millió évvel ezelőtt a mai New York város közelében. A narrátor elmagyarázza, hogy a permi tömeges kialás hogyan vezetett az élet új formáihoz, köztük végül a bolygón valaha járt legkülönlegesebb lényekhez, a dinoszauruszokhoz. A szegmensben főként a Coelophysist követhetjük az erdőben. A doku a Coelophysist úgy ábrázolja, mint amely főként kis állatokat zsákmányol, például rovarokat, szinapszidákat és hüllőket. Találkozik más nagyobb nem dinoszaurusz arkoszauruszokkal, mint például a Rutiodonnal, amely majdnem megöli a Coelophysist, és egy nagy primitív hüllővel, a Desmotosuchusszal, amelyet egy Rutiodon próbál levadászni, de nem sikerül neki. Ebben a szegmensben még néhány különleges állatot is megfigyelhetünk, ilyen például a Traversodon, amely egy emlőszerű hüllő, és Eliest egy Coelophysist az odúja elől, valamint még az Ikarosauruszt is megnézhetjük, amelyre a Coelophysist próbál vadászni, de ez a sikló hüllő elmenekül, bár az előbb említett nem dinoszaurusz állatok rendkívül keveset szerepelnek a dokuban, alapból ez a szegmens is nem tart olyan sokáig, mint a későbbiek. A gyors Coelophysist a világ nagyon sikeres lakójaként ábrázolják. A szegmens végén pedig beletekintetünk a triász jura kialási eseményben, amikor is a dinoszauruszok tényleg meghódították a szárazföldet. A második szegmens tovább lép a pelszilvániai korai jura időszakba, körülbelül 200 millió évvel ezelőttre, bemutatva egy falka szintarzuszt. Jó, tudom, jelenleg inkább a megapnoszaurusz érvényes kiejtése a szintarzusznak, de ebben a videóban szintarzuszként fogok hivatkozni rá. Főleg azért is, mert jobban hangzik, meg nekem ez is jobban tetszik, ezt légy nézzétek el nekem. Ezek a dinoszauruszok szoros rokonságban állnak a Coelophysisszel. Egy primitív, növényevő dinoszauruszra, az Ankylosaurusra vadásznak, végül viszont egy Dilophosaurus elüldözi ezeket a kis ragadozókat, amely megöli az Ankylosauruszt, amelyet részben azért vadászott le, hogy ivadékat tudjon enni. Ám mikor elkezdhetnék a lakomát, megjelenik egy idegen Dilophosaurus, és megküzdenek egymással a táplálékért. Harcot viszont a kicsi anyja nyeri meg. Később, mikor már a dilophosaurusok elmentek, a szintarzuszok visszatértek a dökhöz és elkezdték fogyasztani. Viszont ez nem tartott sokáig, mivel egy másik dilophosaurus elüldözi őket. A narrátor ezután elmagyarázza, hogy a szintarzusz és a dilophosaurus később olyan gigantikus dinoszauruszokká lesznek, mint például az Allosaurus vagy a Tyrannosaurus Rex, míg az Ankylosaurus leszármazottai nem lesznek mások, mint a sauropodák. A harmadik szegmens a történelem előtti jutába visz vissza minket a késő jura időszakba, körülbelül 150 millió évvel ezelőttre. A régiót súlyos aszály sújtotta, mivel a szezonális esők nem érkeztek meg. Egy ragadozó Keratosaurus egy Dryosaurus családot követ, köztük egy anyát és két ivadékát. A ragadozó végül elkezdi üldözni a növényevőket, és a kis dinoszauruszok után rohan, ahogy szétszóródnak. A Dryosaurus csak menekülni tud, mivel nem rendelkezik olyan fegyverrel, amivel védekezni tudna az éhes ragadozó ellen, de a Keratosaurus gyorsabb, mint ők, utoléri, megragadja és megöli az egyik fiatalt. A Keratosaurus lakomázik, míg a többiek egy tűglevelű ligetbe menekülnek, és belefutnak egy Camarasaurus nevű sauropodába, ahol biztonságban lesznek a szelíd óriások körül. Később két másik helyi lakost, egy hím és egy nőstény Stegosaurust figyelhetünk meg, a hím harcol a támadó Keratosaurus ellen, ám a hím néhány farokcsapással leteríti a ragadozót, aki így zsákmány nélkül marad.
A hím Stegosaurus már napok óta próbálta párzásra bíztatni a nőstényt, aki végül úgy dönt, hogy partnere egészséges egyed, és a két páncélos állat párosodik. Az esős évszak beköszöntével a folyók és tavak varázsütésre életre kelnek, ezáltal sok dinoszaurusz megy csillapítani a szomját. Ám a nedves évszak nem csak az eső érkezését jelenti, mivel megérkezik egy apatoszaurusz csorda. A dokku részletesen bemutatja az állatot, és mikor a csorda éppen legelészik, egy éhes allosaurus jelenik meg, aki támadást indít a csorda egy fiatal tagja ellen. De a sauropodák mérete és ereje miatt sikertelenül végződik a támadás. Ám az allosaurus nem adja föl, ezt követően megöli a driosaurusokra támadó keratosauruszt, és hát megjegyzem, hogy számomra ez a legszomorúbb jelenet a dokuban. Egyéb dolgok miatt, ami tudhattok szerintem, hogyha követitek a munkásságomat és ismertek. Később az apatoszauruszok elindulnak visszafelé, menet közben az egyik apatoszaurusz megbotlik és lezuhan körülbelül 6 méter magas szikláról. A sauropoda lábtöréssel megsérül, a gyötrelmes vészkiáltásokba kezd. Az állat még meg sem halt, mire három allosaurusz érkezik, akik élve elkezdik felfalni a halálosan megsérült sauropodát. A szegmens vége azzal zárul, hogy a narrátor egy röpke bevezetést ad a kréta időszak rejtelmes állatairól. Ezután a negyedik szegmens egy erdőt mutat be Új-Mexikóban a középső kréta időszakban körülbelül 90 millió évvel ezelőtt. A szegmens elején megemlítenek egy éghajlatbeli változást, amely során Észak-Amerikában kialakult egy beltenger, amely ketté vágta a kontinenst. Az erdőben megpillanthatunk egy Zuniceratops csordát. Ők voltak az első szarval és gallérral rendelkező dinoszauruszok Észak-Amerika területén. Aztán egy kis ragadozó Celurosaur száguld át a lombozaton és húsdarabokat lopott el egy elhullott Zuniceratopsról. A Triceratops kisebb unokatestvérét egy falka raptor ölte meg, és az éhes dinoszauruszok lakomáznak. A vér illata odavonz egy magányos Dromaeosauruszt, viszont a raptor falka nem akar osztozni vele, ezért elűzik. A magányos Dromaeosaurus megpróbál megtámadni egy legelésző Notronicust, de a növényevő hosszú karmainak hála arrébb löki támadóját, ezáltal a raptor nem jut élelemhez, és sérülten visszavonul. Az Uniceratopsoknál eljött a párzás ideje, ezért egy fiatal hím megpróbálja magára vonni a nőstények figyelmét, de azok nem érdeklődnek iránta. Azonban az öreg domináns hím Zuniceratops igen, mivel csak a csorda vezére párosodhat a nőstényekkel, ezért harc veszi kezdetét a hímek között a párzás jogáért. A fiatalabb dinoszaurusz jobb szarvával megböki az idősebb csorda vezért, megsebesítve a galériát. A csata hangjait a raptorok észreveszik, és az éhes lények pedig követik a hangokat egy tisztásra, és ott a lombozattól figyelik, ahogy a csata zajlik, mielőtt támadnának. A sérült Zuniceratopsot a Dromaeosaurusok csapata megtámadja, és halálosan megsebesítik. Egy másik Zuniceratops löki az egyik támadót a küszködő hímről. A Dromaeosaurusok visszavonulnak, de az öreg Zuniceratops nem tart ki sokáig. Nem sokkal később vihar dúl, és villámok világítják meg az elsötétült eget. A pánikba esett dinoszauruszok szétszóródnak, de az idős hím Zuniceratops nem tud felkelni. Amint megszólal a vészkiáltás, a raptorok visszatérnek egy negyedik taggal, és körülveszik a sebesült dinoszauruszt. A ragadozók megtámadják és megölik. Közben a villámcsapás meggyújtja a száraz növényzetet. Erdőtűz üt ki, és a legtöbb dinoszaurusz minden irányba szétszóródik. Az Uniceratopsok már az első villámcsapás óta menekülnek, sebesen, ahogy csak a lábuk bírja. A Notronicus követi őket, de a lakmározó Dromaeosaurusok figyelmét túlságosan eltereli az evés, és tűz veszik körül a régiót. A négy ragadozó közül az alfa hím meghal a tűzben, de néhány ragadozó elmenekül, és a túlélőkkel együtt biztonságba kerülnek. A szegmens végén a narrátor elmondja, hogy azokra a dinoszauruszokra, melyek túlélték a megpróbáltatásokat, több millió éves evolúció vár, és a doku elmagyarázza, hogy az Uniceratopshoz hasonló dinoszauruszok a híres Triceratopsokká fejlődnek. Az ötödik és egyben utolsó szegmens a késő kréta időszakban 65 millió évvel ezelőtt játszódik, a dél-dakotai Rushmore-hegy közelében, egy trópusi dzsungel által határolt füves területen.
Ezt a síkságot a triceratopsok és edmontosaurusok a dokuban, ugye ezt még anatotitánnak hívták, és később én is így fogok rá hivatkozni, csak a félreértéseket elkerülve, szóval ezek az állatok uralták. És ezeken a növényevőkön van a hangsúly, míg az ornithomimus csupán a háttérben szerepelt és gyökereket, meg más növényeket csipegetett. A repülő pterosaurusok, mint például a Quetzalcoatlus, szárnyalnak a magasban, fejünk fölött, tetemeket keresve. Egy fiatal Tyrannosaurus Rex érkezik a helyszínre, a triceratopsok pedig védekező falat alkotnak a fiatalok körül, és megmutatják erőteljes szarvaikat, miközben a Tyrannosaurus megpróbál átjutni, és többször üvölt, de a triceratopsok harcolni maradnak, menekülés helyett. Nem tud túljutni a védekező triceratops szarvain az ifjú T-Rex, ezért üldözőbe vesz egy Quetzalcoatlust, de a Pterosaurus elindul és elrepül, így a Tyrannosaurus éhen marad. A Tyrannosaurus Rex visszavonul a fák közé, ezáltal a triceratopsok megnyugodnak. Éjszaka a fiatal T-Rex visszatér a családjához, és az anya Tyrannosaurus mérgesen elhessegeti két fiát, miután azok eltalálták a sebes lábát, miközben játékos harcba szálltak egymással. Másnap a fiatal Tyrannosaurusok és szüleik elindulnak vadászni. Egy erdei tisztáson legelésző anatotitán csordát vesznek célba, és miután kiszaladt a fák közül, az egyik fiatal a csorda szétszóródik és elmenekül. A három Tyrannosaurus egy egyedet üldöz, és az egyenesen az erdő felé fut, ahol a mama kibújik a bokrok közül, megragadja a szerencsétlen Hadrosaurust, és nyaktöréssel megöli. Aztán ordít, mielőtt elkezdődik a lakoma. Miközben lakomázni kezdenek, egy hatalmas, több mint 10 km átmérőjű aszteroida száguld a bolygó felé, 45 000 mérföld per óra sebességgel, és ahogy belép a légkörbe, a súrlódások lángoló rakétává változtatják. Az aszteroida mindössze néhány másodperc alatt átszeli az óceánt és a mexikói öbölbe csapódik. A becsapódás egy 120 mérföld széles krátert válj ki, és az izzó, por, üveg és hamucsóvát bocsát ki a légkörbe, amely tüzes törmelékként hullik vissza a földre. A robbanás hullám körben sugárzik kifelé a becsapódásból, és percek alatt több száz mérföldön keresztül mindent eléget, az erős hő vagy szétszúzza a robbanás hullám. A régióban található dinoszauruszok percek alatt elpusztulnak. Észak-Amerikában szerte növények és állatok más-más sorsa jutnak. Néhányat a hő pusztítja el, míg mások az ütközés által keletkezett lökés hullám áldozatai. A menekülő triceratopsokat és anatotitánokat elkapja a száguldó ejekta felhő és megsemmisülnek. A lakomázó tyrannosaurusok rémülten nézik, amint az égő robbanás hullám zúdul feléjük, és elmenekülnek, ahogy tüzes szikla darabok záporoznak. Végül a régió összes dinoszaurusza elpusztul, beleértve a Tyrannosaurus Rex családot is. Néhány órával a becsapódás után sűrű por és hamufelhő telepszik Amerika fölé, és a hőmérséklet csökken, mivel a napfény és a hő már nem éri el a bolygó felszínét. Az olyan gázok, mint a nitrogén és a széndioxid a hő hatására savas esőként kimosódnak a légkörből. Két hónappal a becsapódás után a nap végre eléri a felszínt, ahogy a nehéz hamufelhő kitisztul. A katasztrófa véget ért, de az összes lombfa, páfrány és egyéb növény 90%-a elpusztul, és az állatok 70%-a pedig eltűnt. A dinoszauruszok többsége ekkor pusztult ki. A lehangoló és dramatikus esemény ellenére az életet ellenállónak mutatják, és egy teknőst mutatnak, aki kimászik a vízből, és egy madár repül a fejünk felett. A narrátor úgy magyarázza, hogy egy madár a dinoszauruszok mai leszármazottja szárnyal a magasban. A dokumentumfilm vége egy tisztelgéssel zárul a dinoszauruszok felé, amelyben kalapot emelnek e fantasztikus lények előtt. A hamuból és az elszenesedett törmelékből több kis oposszomszerű emlős bukkan elő, és a narrátor elmagyarázza, hogy az ilyen kis emlősökből végül évmilliók múltán olyanok fejlődnek ki, mint az ember. És egy szép napon kései utódaik a holdon sétálva tisztelettel emlékeznek majd azokra az időkre, amikor dinoszauruszok taposták földünket.
Na és hát srácok, ez lett volna a dokumentumfilmnek az elmesése, igazából a történet, viszont most jön az, hogy én elmondom igazából a véleményemet, meg tetszett-e valami vagy nem, meg egy-két ilyen érdekes dolgot, amit szerintem érdemes megemlíteni. És kezdeném ezekkel, szóval hát erre a dokumentumfilmre jellemző ez a röntgen kép, amelyben néhány dinoszauruszt megfigyelhetünk, ugye a csontozatát, esetleg az izmokat. Szerintem ez nagyon kreatív és nagyon illik a dokumentumfilmhez, valamint nagyon jó pillanatokba találják el, szóval nem is az, hogy a pont az akció közepén, hanem ilyen nyugodt pont jó helyekre van betéve, szóval ez tényleg szerintem nagyon jól sült el. Mondjuk van egy-két érdekes dolog például az Ankylosaurusnál, de hogyha tudjátok mi az, akkor írjátok a kommentbe, ha nem, akkor megnézzétek meg a fejét és a fogait. A másik, ami általában jellemző az ilyesféle dokumentumfilmekre, az, hogy egy időben visszautazunk a jelenben, és paleontológusok mesélik el részben, hogy mi történt, mit láttunk a képeken, ugye, vagy hogy milyen érdekesség történt akkor, és ezt is jónak találom, mert ezek is amúgy ilyen pont jó helyre vannak elhelyezve, szerintem legalábbis. Nincsenek olyan kimagaslóan akciós helyeken, szóval ez is nagy pacsi, hogy jól megcsinálták. Ebben a dokumentumfilmben igazából a ősállatok csak CGI-jal vannak megalkotva, és ez plusz pont ugye a dinoszauruszok a földújéval ellentétben, mert ugye voltak ezek a bábok ott, amik nem annyira sültek el szerintem jól néha, mondjuk azok se voltak szerintem olyan rosszak, de azért le a kalappal ezelőtt a dokumentumfilm előtt, hogy 2001-ben azért szerintem ez egy egészen szép CGI volt, jó, nem az olyan nagy kimagasló, de a maga nemében ilyen dinoszauruszos dokumentumfilmek terén szerintem egészen jó, és még napjainkig is megáll, egy-két helyen érezhető azért már az évek különbsége, de szerintem még így is tökre szép a CGI, egy-két modellel van bajom, például a Quetzalcoatlus szerintem az valahogy hát eléggé fura, meg félkészen néz ki szerintem. Nekem a feje az, ami nagyon zavaró, meg néha ilyen szögletes, talán az, ami a legkevésbé tetszik. És kiemelném a kedvencemet, az a Keratosaurus lenne, szerintem nagyon szép, az eddigi legszebb Keratosaurus ábrázolás a Jurassic Parkos mellett. Habár szerintem ez jobb, mint a Jurassic Parkos, de az se rossz, az nagyon szép, csak az nem egy valódi Keratosaurus, ezt így fogadjuk el. És ami még így nagyon tetszik, például nekem a T-Rex az nagyon tetszett, nem tudom miért, de nekem az gyerekkorom T-Rex-e, meg alapvetően szerintem nagyon menő, nekem nagyon tetszett, nem tudom miért, a Jurassic Parkos Rex-et is nagyon szeretem, de valahogy ez mégis sokkal jobban belopta magát a szívemben, a színe szerintem nagyon találó ez a barnás csíkozás, nekem nagyon tetszik, nem tudom megmondani miért, de egyszerűen imádom a Prehistoric Planetes után, hasonló szinten van nekem ez a kettő. És nagyjából a dokumentumfilm többi állatait is szeretem. Nem tudom miért, sokan nem szeretik az Allosaurus például, és hát én érdekesnek találom arról a részről, hogy hát a bemutatása az kicsit fura volt, vagy nem annyira jó, ugyanis hát folyton csak vadászott, meg ilyenek, meg kicsit, hát a Keratosaurus levadászás és megölése, úgymond a megevése az szerintem nem egy jó elképzelés, mert szerintem nem evett a Allosaurus Keratosaurus, csak max válság helyzetben, de ez így nekem nagyon fura volt, meg azért az kicsit kegyetlen volt, amikor szerencsétlen Apatosaurusra rátámadtak, ugye, úgyhogy még élt is az állat, ez kicsit kegyetlen volt, ahhoz képest, hogy ez a dokumentumfilm valós állatokat akart bemutatni, nekem itt mínuszba ment az Allosaurus, viszont alapvetően nem tudom megmondani, hogy miért, de nekem tetszik a modell. Kicsit ráncos, szürke, de nekem tetszik. Meg van egy nagyon jó sztorim ezzel kapcsolatban, ugyanis régen, amikor én ezt láttam először meg párszor, én mindig úgy hívtam ezt az állatot, amíg nem jegyeztem meg a nevét, hogy a porszívó nyikorgó vagy mosogatógép nyikorgógép, mert akkor egy olyan zene ment, ugye, amikor ilyen nyikorgós hang van, és én akkor azt hittem még, hogy az állatnak az a hangja, aztán később rájöttem amúgy, hogy nem. De ezt én sokszor nevettem ezen például, meg például a Desmatosuchusnál is, hogy páncélos a hasa, ezen nem tudom, hogy miért nevettem régen annyit, de hát igen, ez kicsit fura volt számomra így visszagondolva. De igen, az Allosaurus-szal vegyes érzelmeim vannak, de nekem nem tudom megmondani még miért tetszik. Jobban tetszik, mint a dinoszauruszok a földúra is. Talán azért, mert ez igazából gyerekkorom Allosaurus-a, és nagyon-nagyon régóta
már a fejemben van, és hát ez volt az első ilyen. De nekem amúgy nincs olyan nagy bajom vele. Szerintem az összes modell viszonylag szép. Igaz, itt azért érezhető az, hogy sok ilyen barnás szürkés, de ez engemet egyáltalán nem zavart, mivel a környezetükbe szerintem tökéletesen beleillettek. Például a Dilophosaurus az szerintem nagyon szép volt, ahhoz képest ilyen szürkés-feketés volt, de az szép volt, szépen kihasználták az árnyalatokat és a színeket. Szerintem a Syntarsus is például, de ugyanakkor a Cölophysis azzal a zöldes színezéssel is nagyon szép volt. Szóval a dokumentumfilm nekem alapjaiban a CGI-ok terén eléggé pozitív, és rengeteg nagyon szép ábrázolás van. Például amúgy nekem a Dromaeosaurusok, amik ugye hát sajnos nem valódiak, de még lesznek egy pár ilyen hibás rész, ami később lesz, de most még a véleményemet szeretném így elmondani a dolgok kapcsán. Nekem azok nagyon tetszettek például, szerintem jól néznek ki. Nekem valahogyan lehet, hogy még jobban is tetszik ezeknél a modern raptor ábrázolásoknál, hogy ugye ilyen evezőtollak meg ilyenek. Ezek kicsit olyan, nem is tudom, hogy megmondjam, de szerintem a mai ember számára ez kicsit jobban befogadható, vagy valami ilyesmi. Nekem még talán így a dizájnok terén, amit kiemelnék, az például a Notronicus, az nekem nagyon tetszett, nem tudom miért. Régen is olyan furának találtam, meg érdekesnek, de a Triceratopsot is nagyon szerettem. Nekem az az egyik kedvenc Triceratops ábrázolásom az ilyen paleodokukban, amit még így szeretek, ami ugye a Jurassic Parkos, meg a Prehistoric Parkos, meg még, hát ugye hát Prehistoric Planetes Sarox, de igen, hát kicsit azért néhol pontatlan, de nekem amúgy tetszik. És hát maga a dokumentumfilm, az szerintem borzasztóan jó. A narráció is, például Vas Gábor szerintem egy tökéletes szinkronhang volt, mással nem is nagyon tudnám elképzelni a magyar hangok közül. Ugye az eredeti szinkronhang az John Goodman volt, ő is szerintem amúgy egész jó így, mert megnéztem már az angolt is, de nekem a magyar azért jobban tetszik, mert Vas Gábor az egyik kedvenc szinkron színészem volt. Ezt így megemlítem, sajnos már nincs köztünk, de azért még van egy-két dokumentumfilm, ami ilyen dinoszaurusz, és ott is ő narrál, szóval hát más nem azok is így jók, de visszatérve a dokumentumfilmre, szerintem például az intro, az elején is mondtam, az valami csodálatos. Hát nem véletlenül ez a zene a én intrómnak is a zenéje, igaz, lehet, hogy hosszú, sokak észre vehetik, hogy hosszú kicsit az intróm, de nem érdekel, mert nekem tetszik. Ez a lényeg. Viszont szerintem ez az intro tényleg tökéletes, soha nem lesz ennél jobb. Amit így ki tudnék még emelni, az a Walking with Monsters, és nekem az nagyon tetszik még emellett, de az majd más lesz, mert arról is fog majd ilyen videó. Viszont például a dokumentumfilm vége szerintem szintén nagyon jó, az az elbúcsúzás a dinoszauruszoktól, az a tisztelgés szerintem az csodálatos. Én nem vagyok ilyen sírós, meg ilyen beleélős ember, de néha egy könycsepet elmorzsolok, mikor megnézem ezt a dokumentumfilmet és látom a végét, szerintem nagyon szép. Igaz, kicsit bujut ezzel a holdas dologgal, de szerintem ez egyáltalán nem zavaró, inkább csodás, mint bujuta, de hát egy kicsit talán az. Ja, és a videó végén megnézhetitek ezt a részt, ugye a dokumentumfilmnek a végét, szóval azt majd azért várjátok ki. És hát most jönnének a hibák, egy-kettő, amit itt ki szeretnék emelni, ami talán nem kellett volna úgy belerakni a dokumentumfilmbe, ahogy benne van, de ezektől eltekintve szerintem egy nagyon pontos dokumentumfilm még napjainkig is, elég jól öregedett, ha lehet így mondani. És hát ugye egy dokumentumfilm, főleg, hogyha a dinoszauruszokkal és az ősállatokkal foglalkozik igazából, hát nem pontos mindenben. Még hogyha a maiakat is nézzük, például a Prehistoric Planetet, sok minden csak spekuláció, szóval nem tudunk rengeteg mindent pontosan, és ezért is csak feltételezésekből áll egész sok minden a dokumentumfilmben. Ehhez tartozik például a szín, ugye az ősállatoknak a kinézete, hiszen nem tudhatjuk, hogy hogyan néztek ki a valóságban, szóval ezért is, meg még egy-két ilyen dolog miatt, amit rosszul ábrázoltak, de most akkor rátérnék arra talán pár hibára, amit tényleg azért nem kicsi, de még így is viszonylag tűrhető. Kezdeném is talán a legérdekesebbel, ugyanis vannak a dromaeosaurusok, amik ugye nem valódi dromaeosaurusok, hanem kitalált állatok, ha lehet így mondani. Ugyanis semmi bizonyíték sincsen arra, hogy 90 millió évvel ezelőtt Észak-Amerika területén, ott, ahol ugye Új-Mexikóban éltek volna ilyen dromaeosauridák, szóval hát ez nem valami pontos.
Meg például a tüzes jelenet, amit elfelejtettem így mondani az előbb, de például hát az se valami valószínű, ugyanis az állatok valószínűleg elmenekülnek a tűzzel, nem pedig ott varadnak és éppen lakomáznak közben, szóval ez kicsit hülyeség, vagy nem kicsit, de ez így talán még így pontotlan. Talán még amikbe így belekötnék, az például az Ankylosaurus, ezt kicsit nagynak ábrázolják, de ugyanakkor akkor az Uniceratops-t is valamivel nagyobbnak ábrázolják. Szóval vannak ilyen méretarányi hibák, de alapvetően még a zsugorfólia és az egyéb ilyen törött csukló, meg az ilyen kifejezések, ugye ezek a hibák, amik gyakoribbak, de ezektől eltekintve, még ahogy mondtam, egy egész pontos dokumentumfilm, mindenkinek nagyon nagy szívvel ajánlom. És amit még így a videó vége felé meg szeretnék említeni, talán az, hogy a szegmensek, amik szerintem gyönyörűek, az összes. Mindegyik nagyon eltalált, és nagyon jól is néznek ki, és a benne lévő dinoszauruszok és ősállatok is. Nekem a kedvencem a Jura Kori, a Keratosaurus miatt, meg szerintem az van a legjobban felépítve, talán az összes közül. Amiket még nagyon szeretek így mellette, az a, ugye a Triász, mert az egy általam eléggé kedvelt időszak, sajnos az eléggé rövid, de ugyanakkor a Dilophosaurusos, a Dromaeosaurusos és a T-rexes ilyen szegmensek is szerintem nagyon jók. Igazából az összes nagyon jó szerintem, de a Jura Kori szerintem a best. Valamint még a zenék szerintem, ugye a soundtrack az szerintem csodálatos, mindegyik zene szinte. Sokszor még csak így meg is hallgatom itt simán, mert annyira jó. Főleg például a Dromaeosaurusos zene nagyon tetszik, de ugyanakkor például a Száraz évszakosat is kiemelem, meg ugye az alapintró zene, szóval rengeteg zene nagyon eltalált, és nagyon jó is. Szóval a zenéket is így nagyon jónak találom, meg alapvetően az egész dokumentumfilmet. Szóval ahogy mondtam, mindenkinek hatalmasan ajánlom ezt az egészet, és nézzétek meg, hogyha még nem láttátok, még hogyha nem láttátok és nézzétek ezt a videót, akkor nem tudom, hogy miért, mert mondtam, hogy szerintem ezzel kéne kezdeni, na mindegy. Szerintem egy egészen minőségi alkotás, még ahhoz képest is, hogy ilyen régi, hát már több mint 20 éves, szóval nem mai darab, de még így is szerintem az egyik legjobb dokumentumfilm, ami valaha készült, szóval jó nézést! És hát ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról, és hát találkozunk a következő vagy hasonló más jellegű ilyen őslényes videókban, addig is csősztök! A dinoszauruszok felemelkedését hozó nagy permi kihalás óta nem történt még egy ilyen katasztrofális és végzetes esemény. De az élet rugalmas. Dél-Dakotában egy teknős béka sütteti magát a napon. Egy primitív emlős bújik elő rejtek helyéről. A dinoszauruszok mai leszármazottja egy madár szárnyal a magasban, hogy emlékeztessen az eltűnt óriásokra. A dinoszauruszok története a földi élet egyik nagy sikersztoria. Alaszkától Mexikóig, Maine-től Kaliforniáig hatalmas tömegekben taposták Észak-Amerika földjét, mintegy 160 millió éven át. Akkoriban ők voltak a legnagyobb, legokosabb és legfejlettebb teremtmények a Földön. Nem valószínű, hogy ehhez hasonló, hatalmas, hódító lények valaha is újra felemelkedjenek. De leszármazottjuk egy Purgatoriusnak nevezett apró emlős által, a jövő mégis az övék. És egy szép napon kései utódaik a Holdon sétálva tisztelettel emlékeznek majd azokra az időkre, amikor dinoszauruszok taposták földünket.